A jársságban legnehezebben betölthető szakmák között szerepelnek a pékek, a cukrászok, az eladók, a boltvezetők, a heggesztők, a lakatosok, és még sorolhatnám építőipari tevékenységet, stb. Ezeket a tevékenységeket, ezeket a szakmákat ismerhetik meg a kiállításon a gyermekeink. Bódizsnin Görbe Krisztina harmadik jársági szakmaválasztó kiállítás koordinátora köszöntötte a résztvevőket és világított rá, hogy a térségi hiány szakmák nagy problémája hívta életre a kiállítást, mely időközben sikeresen szólította meg az iskolákat. Így közel 1500 gyermek tekintheti meg a 25 kiállító iskola vagy vállalkozás tandját, és kerülhet közelebb a szakmai képzéshez. Annak idején lett volna ilyen szakmaválasztó, talán én is könnyebben tudtam volna választani, mert tényleg az a fontos, hogy a helyes útra lépjünk és azon menjünk végig. A házigazda Budai Lóránt polgármester a vállalkozások részvételét és a hozzáállást köszönte meg megnyitó gondolataiban, majd kiemelte, hogy az a legfontosabb, hogy a diákok bármilyen szakma mellett döntenek, azt teljes odaadással műveljék. A szakképzést erősítenünk kell mindenképpen, azt gondolom, hiszen erre szükség van. Ezek a fiatalok fogják a jövőt jelenteni az ország és a járság tekintetében, tehát az erősítésre ilyen szempontból szükség van. A változások, ahogy elhangzottak ma is, nem feltétlenül rosszak, de azt gondolom, ami egy helyes út, ami egy jó út, azon végig kell menni, és azt támogatni kell. Múlt évben előállított 2450 milliárd forint új értékből 61% itt a jársága képződik. Dr. Sziráki András, a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke méltatta a folytatásban a jársági gazdasági potenciált, majd Mészárosné Vas Márta, a Jászberényi tankerület szakmai vezetőhelyettese értekezett a versenyképesség fenntartásáról. Érdekünk, hogy a piac és versenyképes tudással rendelkező felnőttként kerüljenek ki tanítványaink az iskolapadból. Ezért a legsürgetőbb feladat, hogy a fiatalokat hozzásegítsük a gazdaság igényeihez igazodó szakma kiválasztásához, majd olyan biztos, stabil alapok megszerzését kapják meg a képzés során, amely lehetőséget nyújt a későbbi továbbképzés szakmai fejlődés eléréséhez. Ehhez már csak arra van szükség, hogy a kormány új szakképzési törvénymódosítása jól motiválja a tanulókat. A szakmunkás képzés, a technikon képzés, ösztöndíj program, a dobbantó program, az mindenkinek az életét, a munkáját, a vállalkozását segíteni fogja a jövőben. Az országgyűlési képviselő köszönetet mondott a jársági nagyvállalkozóknak, akik kitartásuknak és sikervágyuknak köszönhetően lehetnek a mai fiatalok számára követendő példák. Példák arra, hogyan kerülhet egy jó szakember sok munkával a gazdasági elitbe. Kétkezi munka, az nyugodtan mehet? Tehát szívesen lennél szakmunkás? Mehet. Szerinted miért jó ma szakmunkásnak lenni? Hát mert jó keresni. Mennyire vonzó ma egy fiatalnak, hogy mondjuk ilyennel dolgozzon? Hát szerintem azért jó, mert sok játékban is lehet ezekkel játszani, meg hogyha meg lehet tanulni, akkor már az új gépeket könnyen lehet kezelni. Tök jó. Te el tudod képzelni magad, hogy ilyen gépen dolgozol és mezőgazdaságban mondjuk? Persze, igen. Szerintetek megéri szakmát tanulni most? Igen, mert így lehet a legkönnyebben elhelyezkedni a mai világban, hogyha valakinek van szakmája, érettségie, és jó munkahelye, ahol jó fizetést kap, és igen, jól be tud illeszkedni a mai világban. A megkérdezett diákok meglepő felkészültséggel beszéltek a jövőjükről. Tisztában vannak azzal, hogy jelenleg a szakmunka felértékelődött, és kiszámítható, stabil anyagi jövőt jelent, ha valaki megtanul egy hiány szakmát. Reméljük, hogy a nyílt napok tényleg és a pályorientációs lehetőségeink, mint ahogy majd hamarosan megnyílik ez a digitális alkotóműhely a Klapkában, ezek mind-mind felkeltik egyre jobban az érdeklődését a diákoknak arra, hogy egy jó szakmát válasszanak.